Kedves hallgatóink, Önök a Goodwill Pharma podcastjét hallgatják. Gyógyszerforgalmazó cégként küldetésünknek érezzük, hogy az egészségről szóló témákat a leghitelesebb forrásból ismertessük meg Önökkel. Épp ezért orvosokkal, gyógyszerészekkel és más szakértőkkel beszélgetünk az egészséges életmódról, megelőzésről, gyógyításról, valamint a legújabb kutatásokról. Mai vendégem dr. Vizi András gyermeksebész, gyermektraumatológus szakorvos. A doktor úr a Szent Györgyi Albert orvosi díj előző évadában igen rangos, 11. helyezést ért el. Ez a díj azért különleges, mert a betegek így fejezhetik ki köszönetüket orvosuknak. Mit jelent neked ez az elismerés, és mi a titkod, hogy ennyire megbecsülnek téged a páciensek? Üdvözlök én is mindenkit! Nekem ez nagyon fontos, mindig is úgy voltam a pályám során, én 18 éve dolgozom gyermeksebészként, hogy nekem elsődleges volt mindig a gyermekeknek, meg a szülőknek az elismerése, sokkal inkább fontos ez nekem, mint a szakmai elismerés, azt gondolom ez a kettő, ez együtt kell, hogy járjon. Ebben a díjban, hogy említetted, az a jó, hogy nem a szakma jelöli ki, hanem minden évben lehet egy orvost előterjeszteni, akinek esetleg a, nyilván én esetemben, bár ez egy titkos jelölés, tehát nem tudom, hogy ki jelölt, és nem is tudtam meg az idei évben sem, hogy ki volt az, aki engem erre a díjra jelölt, de vélhetően ez egy szülő volt, bár nyilván vannak kamasz pácienseim is, de inkább valószínűleg a szülő volt az, aki erre a díjra terjesztett. Szóval nekem ez nagyon fontos, ez nagyon olyan szinten megható volt számomra, hogy mindig ez egy pozitív visszacsatolás, hogy az ember jól végzi a dolgát, és az, amit csinál, az kifizetődik, bárhogyha néha rögös is az út, és ez mindig egy picit pozitív irányba tolja el a mutatót, ettől egy picit itt a nehéz magyar állami egészségügyi rendszerben azért előtt lehet meríteni. Túlzottan azt kell, hogy mondjam, hogy nem foglalkoztam magával a díjjal. Azt az elején minden egyes alkalommal, azt hiszem harmadszor voltam jelölt, ha nem is ezzel a formátummal, de korábban, hogy én nem fogok kampányolni magamért. Viszont azt a fontosnak tartottam, hogy már csak a jelölt miatt is, vagy a jelölés miatt is, hogy megtudják az emberek, hogy erre a díjra valaki jelölt, úgyhogy én egyszer osztottam meg ezt a közösségi médiában, és onnantól kezdve én illetőleg mindenkit kértem arra, hogy ilyen kampány folyamatot ne folytasson az irányomba. Ami nekem nagyon fontos volt ebben a díjban, és nagyon szimpatikus volt, hogy csak egyszer lehet egy e-mail címről egy emberre jelölést leadni, tehát hogy ezek a lájkvadász ilyen kattintások, hogy minden nap új jelölés, az szerintem borzasztó. Ez tök jó volt, hogy nyilván van olyan ember, akinek van több e-mail címe, és ezzel lehet, de alapvetően azt gondolom, hogy ez egy jól kiépített rendszer. Említetted, hogy 11. lettem, én nem is tudtam erről, úgyhogy azt sokáig mondták, hogy a legjobb 10-ben vagyok. Mondom, számomra ez már, hogy jelölés az fontos volt. Egy valaki említett olyat, hogy szegedi orvosok közül én végeztem az élen. Ez is pozitív. Azért nyilván azt is lehet tudni, hogy bár ez sem mutatja mindig a díjakat, hogy a gyerekekkel foglalkozó vonal az egy picit mindig magasabb jelölést kap. A Szegedi Gyerekklinikára is számos jelölés volt, illetőleg a Szegedi Gyereksebészeti Osztály ez nem egy magas létszámú orvos csapat, és mégis 3 jelölés érkezett, tehát másik 2 kollégámat is jelölték. Ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy az osztályt is ilyen szinten pozitívan bírálják el a szülők. Nagyon fontos az, hogy jól kommunikáljunk, és hogy a betegekkel jó legyen a kapcsolatunk. Gyermeksebész és gyermektraumatológus szakorvos vagy. Segítenél nekünk, laikusoknak, hogy mi a kettő között a különbség? Igen, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Egyáltalán a laikusok, illetőleg a szülők, sokszor még a kollégák sem tudják, hogy mit jelent az, hogy gyermeksebész szakorvos. Ez egy nagyon összetett szakma. A 6 év orvosi egyetem elvégzése után lehet ebbe a szakképzésbe becsatlakozni. A szakképzés az 6 év, tehát gyakorlatilag a gimnázium után valaki 12 év, minimum 12 év után mondhatja azt, hogy ő gyermeksebész szakorvos lesz. A gyermeksebész ma Magyarországon a
újszülött sebészeti beavatkozásoktól kezdve az általános sebészeti beavatkozásokon, gondolok itt például egy vakbélműtétre, urológiai fejlődési rendellenességek, mellkassebészeti beavatkozások, traumatológiai ortopédiához is kell, hogy értsen. Tehát ez egy nagyon komplex szakma. Én amikor a orvosi egyetemre jártam, akkor egyértelmű volt, hogy én manuális irányba szeretnék terelődni. Felmerült a felnőtt sebészet vagy a felnőtt traumatológia, azonban a gyakorlatom során a gyereksebészeten egy hét alatt olyan széles volt a műtéti skála, ajak hasadék műtéttől kezdve újszülött műtétek, traumatológiai műtétek, hogy éreztem, hogy ez nekem kell, ez fontos. Tehát, hogy a szakma a szépsége az, hogy nagyon komplex, viszont ez is a nehézsége. Tehát, hogy ha végül is egy kollega mellkassebésznek mondja magát, akkor viszonylagosan kevés műtéti típust végez nagy számban. Ez nagyon jó egy sebésznek, hiszen megfelelő jártasságot szerez bizonyosan rövid idő alatt, és kifejezetten jó szakemberré tud válni abban a specialitásban. Viszont a gyereksebészetben mindenhez kell, hogy értsünk egy kicsit, tehát én ugye ügyeletvezetői minősítésben is dolgozom, tehát én nekem meg kell tudnom oldani gyakorlatilag három megye populációjának az összes gyermeksebészeti kiemelt terciér központú ellátását, és nekem pont ez a komplexitás az, ami tetszik ebben a gyermeksebészetben. Másik kérdésed, amit feltettél, hogy mi is az a gyermektraumatológia, hát ez aztán egy nagyon bonyolult dolog, hiszen Magyarországon 2024-ig nem volt ilyen szakma gyermektraumatológus. Ez nagyon furcsa, mert ugye a gyerekek azért balesetet szenvednek, hogy a traumatológus a baleseti sebészettel dolgozik, foglalkozik, mégis akkor kik kezelték ezeket a gyerekeket? Az országban nagy részt felnőtt traumatológusok látták a gyermekbaleseti sérülteket is, azonban vannak olyan régiók, például Miskolc is ilyen, de akár említhetném Pest bizonyos kórházait is, ahol gyermeksebészek is ellátják a gyermektraumatológiai baleseti sérülteket. Viszont szerencsére itt a szakmának hatalmas lobbia árán egy több mint 20-25 éves projekt kapcsán létrejött idén a gyermektraumatológia szakma, amiből szerencsére én az elsők között szakvizsgázhattam le, és a Szegedi Grémiumnak vezetője is lettem. Tehát végre most már van olyan, hogy gyermektraumatológus, aki célzottan a gyermekek mozgásszervi sérülésével foglalkozik, leggyakrabban általában törésekkel. Gratulálunk ehhez, akkor ez egy óriási előrelépés a szakmában. Ez hatalmas, tehát hogy ez, aki ezekkel az esetekkel dolgozott, mindig szerelemből tette. Tehát, hogy nem volt ezeknek az eseteknek konkrét finanszírozása, nem volt osztály, nem volt gyermektraumatológiai műtő. Határeset volt, hogy hány éves korig kell felnőtt traumatológus ellássa, hány éves korig gyermektraumatológus. Az elmúlt két évben a kollégáimmal kidolgoztuk a teljes alsó és felső végtagi ellátási protokollrendszert, ebben óriási nagy munkánk van, ami szerencsére most már meg is jelent, és mindenhol próbáljuk terjeszteni azt, hogy a legjobb feltételekkel és legminőségibb ellátással dolgozunk a gyermektraumatológiában, hiszen hogyha létrejön egy szakma, akkor azon vannak minimum feltételek megkövetelhető. Hogyha nincsen szakma, csak valaki csinálja ezt, akkor most furcsán fogalmazom, akár egy személy és kollega is mondhatja ő azt, hogy ért a gyermektraumatológiához, ő megoperálja a saját gyermekét a csukló törésével. Ez nem nyomon követhető, és nem is, hogy is mondjam, támadható, hiszen őnek joga van hozzá, mert nem volt ilyen szakma. Most már van szakma, és csak azok gondozhatnak és kezelhetnek ilyen gyerekeket hosszú távon, akiknek van ilyen szakvizsgája is, és ez egy nagyon nagy szakmai erőrelépés. És évről évre hány szakorvos teheti le majd ezt a traumatológus szakvizsgát? Van erre valamilyen limit? Limit az nincs, és ugye ha visszautalunk arra a kérdésedre, hogy mi is az a gyermeksebész és mi is az a gyermektraumatológus, ugye említettem, hogy a 6 év orvosi diploma után valaki gyermeksebész szakorvos lehet, gyermektraumatológus szakorvos viszont nem lehet az orvosi diploma után, hanem kell neki legyen egy első szakvizsgája, ami vagy gyermeksebészet lehet, vagy felnőtt traumatológia. Ebből, hogyha valaki leszakvizsgázik, akkor jogot kap arra, hogy ebbe a szakképzésbe becsatlakozzon. Ez egy 2 éves szakképzés.
Tehát most indulnak el ezek a képzések, egyenlőre limit nincsen, tehát azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon szubspecialitás, tehát hogy nem lesz azért évi 100 szakvizsgázó, annyit tudok mondani, hogy most 2024-ben, május 31-éig jelenleg 62 kollega szakvizsgázott le gyermektraumatológiából, ő nekik zöme egy felnőtt traumatológus, de volt, aki gyermeksebészként szerezte meg ezt a szakképesítést, úgyhogy majd most indulnak ezek. Én azt gondolom, hogy reálisan évente képzéssel egy ilyen 5-10 kollega, és szerintem ez nagyon jó, hiszen ha ezekben a bázisokban, mint például Kecskemét, Baja, Kiskunhalas lesznek gyermektraumatológiai jártassággal rendelkező kollégák, akkor biztosan fog fejlődni a gyermekbaleseti sebészeti ellátás. Gyermekekről beszélünk, de van-e egy ilyen korlát, hogy így 18 éves korig bezárólag dolgozhattok ti, és ahogy betölti a 18. születésnapját a páciens, akkor onnantól kezdve felnőtt, vagy hogy tudjátok elhatárolni a felnőtt és a gyermekkort? Ez egy fontos kérdés. Alapvetően gyermeksebész 0-tól 18 éves korig lát el gyermek általános sebészeti, gyermeksebészeti vagy traumatológiai ellátást. Azonban a házi orvosoknál 19 éves kor betöltéséig vannak ugye a gyermekkörzetekben a tajkártyák, tehát elvileg ez is kitolódik akár 19 éves korig is. Jelenleg a magyar jogszabályok alapján az biztosan kijelenthető, hogy például ha egy beteg 14-15 éves, és mondjuk bemegy egy felnőtt sürgősségi ellátásra, akkor Szegeden a finanszírozási okok miatt nem kezdhetik előtt vizsgálni, mert hogy jogilag a gyermek vonalra tartozik, tehát Szegeden 0-tól 18 éves korig minden gyermek a gyermekklinikára érkezik. Gyermeksebészeti, általános sebészeti részből ez így is van. Traumatológiai részből azonban van egy nagyon fontos életkor, az általában a 16 éves életkor, ami után már a csontrendszerünk sokkal inkább a felnőttekre jellemző csontrendszerre rendelkezik, és a műtéti típusok is már a felnőttekre jellemző implantátumokat igénylik. Tehát azt gondolom, hogy traumatológiai szempontból inkább a 16 év alatti kor tartozik a gyermektraumatológiához, hiszen növekedési porcaink vannak 16 éves kor alatt, majd ha azok záródnak, akkor már nem kell ezeket védeni, és a gyermektraumatológia egyik legfontosabb témája az, hogy hogyan végezzünk olyan beavatkozásokat, hogy a növekedést azt biztosítsuk, tehát hogy a nyíl nagyszere, a neárt cselve az a gyermektraumatológiában nagyon fontos, hiszen olyan műtéti struktúrákat kell alkalmaznunk, hogy a növekedési porcokat ne sértsük. Na most ezek 16 éves kor körül legtöbb csonton záródnak, tehát onnantól már megengedett a felnőtt típusú ellátásnak az alkalmazása, tehát gyermektraumatológiában inkább 16 év alatt az, aki egy gyermektraumatológushoz kerül. Melyek a jellemző gyermeksebészeti műtétek? A leggyakoribb műtéteket általában általános sebészeti műtétekkel végezzük. Lágyéktáji beavatkozásokat végzünk, ezek lágyéksérvek, vízsérv, esetleg hereleszállási zavarok, bár nyilván ez már inkább egy ilyen urológiai probléma. Általában a leggyakrabban 3 év alatt végezzük ezeket a beavatkozásokat. Ezek veleszületett, ha nem is fejlődési rendellenességek, de veleszületett problémák. Egy lágyéksérv 1 éves kor alatt mindenféleképpen, de sőt, még inkább 10 éves alatt is inkább veleszületettnek tekinthető, maximum panaszmentes 10 éves korig. Utána már inkább a szerzett típusú problémák is előfordulhatnak. Nagyon gyakran találkozunk olyan urológiai műtétekkel, ami esetleg egy fitymaszűkülettel jár, és azokat is egy gyermeksebész operálja, tehát ugye mi gyermekurológiával is foglalkozunk. Ezek talán ezek a leggyakrabbak. Akut gyermeksebészeti kórképek azok leginkább ugye a vakbélgyulladás, egy bélösszecsúszás lehet, de inkább ügyeleti ellátásban inkább a baleseti sérültekkel találkozunk. Ezek a szülők rémálma, ezek a gyerekbalesetek, melyek a legjellemzők ezek közül? Hát igen, én körülbelül 10 éve tartok gyermekbaleset megelőzési előadásokat, mert azt látom, hogy még mindig nem kevés ez, amennyi szerint járok bizonyos szülői közösségekbe vagy óvodákba, és próbálom terjeszteni azt, hogy mikre kell figyelni.
Nagyon érdekes, hogy a gyermek baleseteknél egy szezonális csúcs van, ami tavasz és ősz. Tehát azt gondolnánk, hogy nyáron nagyon megszaporodnak ezek a balesetek, érdekes módon inkább csökkennek, valószínűleg ez inkább a vízisportoknak tekinthető, illetőleg az, hogy vízben ugye sokkal kisebbek a sérülések. Tavasztal és ősszel viszont a nagy mozgásigény, illetőleg az iskola megkezdése az egy robbanásszerű traumatológiai megjelenést mutat. A leggyakrabban a fejrégió az, ami sérül, főleg inkább 6 éves kor alatt, ugye itt a testarányok miatt a feje sokkal nagyobb a gyermekeknek viszonylag, így sokkal gyakrabban is sérül meg, nagyon gyakran találkozunk könnyű fejsérültekkel, akár sebekkel a hajas fejbőrön, arcon, állon. Ezt követően a mozgásszervi eltérések a leggyakrabban megjelenő esetek nálunk, és ebből is inkább az új sérülések, csukló és könyöktáji régió az, ami esésekből, labdába való belenyúlásból, ajtóhoz való csukódásból származnak. Hát egy külön podcastot lehetne megtölteni azzal, hogy mik azok, amiket meg tudunk előzni balesetek, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az esetek nagy százaléka, bár most arról beszéltünk pont, hogy sporttevékenység vagy magasból leesésnél sérülnek ezek a betegek, de a megelőzhető balesetek nagy százaléka az otthon, a saját környezetünkben, kertünkben, házunkban, szobánkban történik meg, és erre nagyon jó praktikák vannak, hogy hogyan tudjuk ezeket megelőzni, és hogyan tudunk gyermek biztos vagy gyermekbaleset biztos lakást, házat kialakítani magunk körül, csak hogy egy példát mondjak, egy főzésnél fontos, hogyha van egy 3-5 éves gyermek, akkor mindig a belső főző részt használjuk, mert ő oda nem tud felnyúlni, és nem égeti meg a kezét. Ezek apróságok, amikre nagyon sok szülő sajnos nem gondol, rakjuk el a vegyszereket, ne legyen elől. Manapság ugye egy nagyon fontos kérdés ezek a vízben oldódó mosókapszulák, amiket a gyerekek gumicukornak néznek, sokszor megeszik, tehát ezek mind olyanok, amiket meg tudunk otthon előzni. Esetleg mondanál még ezekre példát, hogy mi az, ami szülőként oda kell figyelnünk, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk a gyermekeinket? Igen, én azt mondom, hogy két részre kell osztani a megelőzendő sérüléseket. Általában szerintem a legnagyobb probléma az a fél éves kortól 3 éves korig terjedő gyermekekkel van, hiszen ők nagyon aktívak, nem biztos, hogy, sőt, biztosan nincsen felnőtt reális gondolkodásuk, tehát ők mindent ki szeretnének próbálni használni, mindenbe, amibe áram van, belenyúlnak, szétszedik, megrágják, konnektorokba, vakdugó helyezésével ezt nagyon gyorsan meg tudjuk oldani. A biztonsági öv kérdése az egy kulcskérdés, legyen ez egy babakocsi, legyen az egy autó, de legyen az egy etetőszék. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy szülő berakja etetőszékbe a gyermeket, elmegy, most főz, takarít, és a gyermek kimászik, leesik. Nem azért van biztonsági öv egy gyerekülésen, hogy az csak dísznek legyen. Ezt sajnos úgy lehet csak használni, hogyha ezt bekötjük, és hogyha ez nincs bekötve, akkor abból a gyermek biztosan ki fog mászni. Sokszor van olyan, hogy a városban én járok biciklivel, és az biztos, hogy 10 autónál 2-ből a gyermek nincsen bekötve a gyerekülésbe, ott áll a két ülés között, beszélget az anyukájával a hídon, elég egy 30 km/h sebességgel való koccanás, abból lehet, hogy egy kulcscsonttörés lesz. Tehát azt hiszem, hogy bár mindig megkérdezik tőlem a szülők, hogy hát jó, doktor úr, de hát mi is felnőttünk valahogy, meg nem voltak ilyen játszóterek, csak az urbanizáció meg a motorizáció nem volt ilyen fokozott. Én emlékszem, amikor leköltöztem Szegedre, én amelyik utcában laktam, gyakorlatilag nem parkolt autó, most nem lehet végigmenni autóval, mert nem lehet elférni. Tehát, hogy 3-szoros a, vagy 10-szeres, vagy nem tudom hányszoros a motorterhelés, és sokkal jobban oda kell figyeljünk a gyermekeinkre. Én azt gondolom, hogy egy picit ez a szülői magatartás egy picit kell csökkenni, nagyon sokat nyomkodjuk a telefonunkat, és nem figyelünk a gyerekekre. Sokszor kérdezem a szülőket, hogy hogy történhetett egy játszótéren egy olyan baleset, amiben én bele se tudok gondolni, és akkor a szülők csak, hát sajnos szerénykedve mondják, hogy nem figyeltek oda, mert telefont nyomkodták. Sajnos a szülői munka az egy nagyon nehéz, talán az egyik legnehezebb hivatás az ember életében, és ezért mondom, hogy 3 éves korig nagyon kell figyelni. Forró tűzhely, elgurult tárgyak, gyógyszerek, ajtóbecsapódás, ezek mind nagyon fontosak. Aztán majd eljövünk oda, ahol elkezdődik az óvoda, elkezdődik az iskola, ott pedig a védőfelszereléseknek van nagyon fontos szerepe, hogy minden egyes adott sporthoz a megfelelő védőfelszerelést használjuk.
a gyereket, ha belerakjuk ugyanez a biciklin a gyerekülésbe, akkor rakjunk rá bukósisakot, mi is vegyünk bukósisakot, mutassunk példát, mert egy agyunk van, és hogyha ez egy 50 km per óránál a lejtőnél lefelé való gurulásnál egy kővel találkozik, akkor biztos, hogy meghalunk, tehát hogy ez 1000%. Adjunk gyermekülésben is bukósisakot, a kis motorra, kis futóbiciklire is adjunk a gyermekre. Ha görkorcsolyázik, akkor vegyen egy könyökvédőt, egy csuklóvédőt, hiszen mi azt látjuk, hogy ezek a leggyakrabban sérülő régiók, és hogyha van egy védőfelszerelés, akkor szinte bizonyosan a súlyos töréseket el tudjuk kerülni, ha még a törés nem is, de abból a műtétet igénylő súlyosabb sérüléseket valószínűleg igen. Te ugye szülőszemmel is tudsz gondolkozni, hiszen 3 gyermek édesapja vagy. A gyermekeid megszületése munkádban érzelmileg befolyásolta valamelyest? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is tudok erre jó választ adni, mert ha azt mondanám, hogy igen, akkor előtte rosszul végeztem a munkám, ha meg azt mondtam, hogy nem, akkor meg érzelmetlen vagyok, vagy érzéketlen. Én mindenhol elmondom, hogy én elsősorban apa vagyok, ez az én fő hivatásom, minden utána jön, utána vagyok orvos, utána vagyok sportoló, utána vagyok minden más, úgyhogy 3 gyermekem van, így van, ők 9, 7 és 5 évesek jelenleg. Az biztos, hogy a Barni fiam a legidősebb, és az ő megszületésével, hogy is mondjam, autentikussá váltam, nem csak gyermeksebészként ezzel a gyermekbaleset megelőzésként, hanem szülőként is, és át tudtam érezni azokat a szülői attitűdöket, amit eddig gyermeksebészként, hogy is mondjam, dogmaként mondtam, hogy hát ilyen nincsen, hát nem igaz, hogy nem lehet egy gyerekre figyelni, tudom, innentől kezdve egy picit másként gondolkodom, de továbbra is azt gondolom, hogy fontos az, hogy jelenlétet biztosítsunk. A feleségem Csilla nagyon sokszor megkérdezi, amikor egy-két ilyen számra nehezebb esetről beszélünk, nyilván úgy, hogy beteg jogokat nem sértünk, hogy én ezt hogy bírom csinálni. Amikor ott vagyok, hogy egy fontos helyzet van, egy kritikus szituáció, akkor nincs idő arra az embernek gondolni, hogy jaj, ő is apa, és hogy hogyan kellene dönteni. Én mindig is akkora a gyermeknek a legjobbat szeretném, és szülőktől gyakran hallom azt a kérdést, hogy és doktor úr, mit tenne, hogyha saját gyerekéről lenne szó? Én azt biztosan kijelenthetem, hogy 18 éves munkám során már az első évben így gondolkodtam, hogy ugyanazt tegyem minden betegnek, mint hogyha a saját családtagomról lenne szó. Úgyhogy ebben viszont változás nem volt azóta, mióta a gyerekek megszülettek. Ez köztudott is rólad, hogy nagyon fontos számodra a gyerekbarát ellátás. Beszélnél kérlek arról, hogy mit jelent ez neked, és hogy hogyan valósulhat meg ez egy klinikai ellátás keretein belül? Igen, azt hiszem, hogy a gyermek baleseti sebészeti ellátás, de a gyermek sebészeti ellátásnak is mindenféleképpen ez a kulcsa. Én nagyon sok szülővel kerültem konfliktusba a 18 éves munkám során. Én nekem, ami szakmai konfliktusom van, vagy volt, az biztos, hogy csak a szülőkből adódik. Tehát én gyermekkel még soha életemben nem tudtam összeveszni, és nem tudtam rá haragudni sem. Az alapvető teóriám az, hogy most, hogyha csak gyermek baleseti sérüléseket nézünk, hogy a gyermek az őt ért balesetért nem tehet felelőssé. Nagyon nem szeretem azt, amikor egy szülő úgy jön be, hogy hát ezzel a gyerekkel nem lehet bírni, meg ez egy hisztis gyerek, meg stb. Tehát, hogy valahogy meg kell találni a módját annak, hogy vele is partnerek legyünk, és bennem élénken él egy olyan szituáció, amit én éltem meg saját magamnak. Nekem megsérült az ujjam, még gyermekkoromban is. Édesapám elvitt egy városi kórházba, és ott kaptam egy ellátást, és akkor én már másodikos, harmadikos általános iskolás voltam, és emlékszem, hogy az orvos rám sem nézett egyszer sem. És édesapámmal beszélt, és egy tárgyként tekintett egy olyan darabnak, akit oda bevittek, és őnek el kell látni. Én egy kvázi senki voltam a szemében, akit el kellett, hogy lásson. A szülő volt a minden, vele kellett tárgyalni, és én ezt megfogadtam, ha nem is akkor, de amikor én gyermeksebész lettem, meg gyermekbaleseti sebész, akkor megfogadtam, hogy én meg fogom ezt fordítani, és akik jönnek hozzám szülők, van egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen elégedettségi listát én vezetek a magánrendelésemen. Az első pozitív, amit minden egyes szülő megemlít, hogy szinte velük nem is kommunikálok, hanem csak a gyermekkel, legyen ez 3 évestől kezdve 16 éves,
És szerintem ez az elsődleges része az, hogy valaki gyermekbarát módon lásson el. Soha nem szabad egy gyermeknek hazudni. Ha bejön hozzánk, és azt mondja valaki neki, hogy nincs semmi baj, akkor ő valószínűleg meg fogja kérdőjelezni annak az embernek a létjogosultságát, hiszen lehet, hogy ő azt látja, hogy 90 fokban áll az alkarja, el van törve, és oda megy hozzá egy orvos, és azt mondja, hogy nincs semmi baj, akkor az nem érti, hogy miért mondja ezt. Oda kell menni, meg kell mondani, nézd, szia, eltört a karod, itt vagyunk, segítünk. Minden azért lesz, hogy neked a legjobb legyen. És vannak fokozatai a gyermekbarát ellátásnak, például csak ha azt nézzük, hogy amit említettem, hogy leggyakrabban fejsérültekkel találkozunk, kis motor, kis bicikli, elesik a gyermek, lefejeli homlokával, állával a útpatkát, és repesztett sebekkel érkeznek egy ügyeletben, ebből van legalább 5 esetünk. Szerencsére odáig jutott el a mi rendszerünk, hogy ezeket a sebeket már nem kell összevarni. Vannak steril sebegyesítő összehúzó raktapaszok, illetőleg steril pillanatragasztó, amivel 3 másodperc alatt fájdalom, szúrás, varrás, lefogás nélkül meg tudunk oldani sebeket. És azt nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy olyan kollégákkal dolgozom együtt, akik az én rezidenseim, a klinika rezidensei, akik ebben nagyon partnerek, és azt hiszem, hogy a gyermeksebészet szakma egy picit átalakult az elmúlt 10-15 évben. Régen a kollégák, hogy is mondjam, megkapták ezt örökül, hogy ők gyermeksebészek lesznek, ezt kijelölte őket esetleg egy klinika, vagy kijelölte az ő vezetőjük. Most már a fiatalok kifejezetten gyermeksebészek szeretnének lenni, és kicsit ilyen gyermeki vénákkal is rendelkeznek, viccesek, bohóckodnak, vicces ruhában járnak, minden gyermek kap a nővérektől ajándékot, ha csak egy vizitre jön, akkor is rajzokat kérünk tőlük, hogy rajzolják meg az emléküket, kint van a falon nálunk a váróban, hogyha legközelebb visszajön, láthatja magát, hogy ő ezt rajzolta. Tehát mindent úgy próbálunk, a szülő ott lehessen végig, a szülőt nem küldjük ki. Régen ez volt, hogy na anyuka, menjen ki, majd mi intézzük, lefogták a gyereket, soha nem fogunk le gyermeket, akkor inkább elküldjük, hogy jöjjön vissza holnap. Tehát, hogy ezeknek nagyon sok szintje van, de azt hiszem, hogy mind a gyereksebész, mind a gyermekbaleseti sebészeti ellátásban az egy nagyon fontos kérdés, hogy mi ne traumatizáljunk. Elég az az ő traumája, ami miatt be kellett jönni az orvoshoz. Mi ne okozzunk neki egy olyan pszichés terhet, amit lehet, hogy örökre fog. Nagyon sok gyermek emlékszik egyetlen egy rossz momentumra, és onnantól kezdve gyakorlatilag az orvosi pálya irányába elveszítette az ő bizalmát. Milyen jövője van itt Szegeden a gyermektraumatológiának? Ez egy nagyon jó kérdés újra. Hát remélem, hogy nagyon nagy. Most úgy tűnik, hogy végre nagyon hosszú idő után létrejön egy gyermektraumatológiai osztály Szegeden, egyelőre nem sok ágyszámmal, de ez nem is fontos. A fontos az, hogy létrejön, és el lehet kezdeni egy olyan minőségi munkát végezni, amit az elmúlt időszakban nem lehetett. Még jelenleg, hogy is mondjam, szervezés alatt áll, hogy ki fogja ezt az osztályt vezetni, de az intézetvezető utalta arra, hogy talán én kapom meg ezt a megbízást. Én ennek nagyon örülök. Azt hiszem, hogy ez egy olyan, hogy is mondjam, kihívás, egy olyan pozitív teher, amire régóta vártam, és nagyon szívesen szeretném csinálni. Régóta mondom azt, hogy bennem sajnos az állami egészségügyben valami kiégett, és nem igazán találtam magamat, de ez egy olyan pozitív löket lenne az én pályámnak, amit nagyon szívesen csinálnék. Mind nővérekkel, gyógytornászokkal, műtősnőkkel olyan csapatot magam köré szervezve, ahol tényleg egy európai szintű ellátást tudnánk biztosítani. Az biztosan tudom kijelenteni, hogy maga a tudás, illetőleg a személyzet az biztos, hogy már megvan. Jelenleg arra várunk, hogy a Szegedi Egyetem egy olyan infrastruktúrát biztosítson e mögé, amivel tényleg gyakorlatilag a kubatúrában is egy olyan európai szintű ellátást tudjunk kialakítani, ahol bárhol a világon megállja a helyét. Úgyhogy ha ez megvalósul, én már nem nagyon merek
pozitív dolgokat mondani, az elmúlt 10 évben sok mindent hallottam, hogyha ez megvalósul, akkor ennek én nagyon örülnék, és nagyon szívesen vágnék bele, és folytatnám ezt. Akkor gratulálunk ehhez az előrelépési lehetőséghez. Ez még nem publikus, de nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, de ha megvalósul, akkor biztos, hogy majd jelentkezem. A te személyed esetén nem mehetünk el szó nélkül a sport mellett, aktív sportoló vagy. Honnan jött ez a szenvedély? Én mindig is sportoltam. Engem gyermekkorban édesapám levitt az úszodába, és én ott ragadtam, 12 évig voltam versenyúszó. Majd aztán elkerültem az egyetemre, abbahagytam az úszást, de a mozgás az mindig is kellett. Aztán én csapatsporták felé irányultam, mert hiányzott az, hogy ez soha nem volt meg az életemben, úgyhogy labdarúgás lett, először kispályás, majd nagypályás labdarúgó. 2012-ben Ausztráliában voltam szakmai gyakorlaton, és ott indultam életem első futóversenyén Sydneyben, január, azt hiszem, 4-én. Meg is van a rajtszámom azóta is, ez egy féltve őrzött kincs, és gyakorlatilag ott az állóképességi sportolás, ez elkapott engem, mint egy ilyen motiváló erőt. Azt követően sokáig futottam csak, majd utána 16-ban elkezdtem triatlonozni, amit a Covid-dal sajnos, hogy a versenyeket törölték, abba hagytam, és egy új vonal jött az életemben, ez a terepfutás lett. Hát Szegeden vagyunk, és terepfutásról beszélünk, ez egy eléggé visszás, vagy egy ilyen szembenálló dolog egymással, de én most azt gondolom, hogy terepfutónak mondhatom magamat, és abból is inkább most már az ultra vonal az, ami motivál. Tavaly teljesítettem az első 100 feletti ultraversenyemet, készülök most idén is novemberben Szlovéniában egy újra, illetve 25-ben is nagy terveim vannak. Beszéltem már arról, hogy az állami egészségügy azért az mentálisan megterhelő. Én sokszor mondtam ezt már el kollégák között, hogy szerintem az állami egészségügyet, hogy is mondjam, addikció nélkül nem igazán lehet elviselni. Vannak jó addikciók, vannak rossz addikciók, például alkohol és dohányzás. Én azt hiszem, hogy én a jó addikciót fogtam meg. Nekem a futás az, ami egy ilyen függőséget jelent. Azt biztosan kijelentetem, hogy én a futás által, ugye 12 éve futok, hogy biztosan jobb ember, jobb apa és jobb orvos is lettem. Nagyon sok feszültséget segít ledolgozni, illetőleg nekem nagyon sok jó ötletem ott születik meg egy hosszú 3 órás futás kapcsán. Nyilván az ember, ha a saját maga van, akkor nagyon sokat tud gondolkodni. Szokták divatos manapság ez az én idő szó kijelentés, ez biztosan kijelentettem, hogy számomra ez az. Azért említetted, hogy 3 gyermekem van, sok helyen dolgozom, van 3 kutyánk is, és van egy csodás feleségem, tehát hogy azért éljük az életünket eléggé aktívan, de szerintem mindenkinek szüksége van egy picit a saját magára is, és nekem ez a futás. Milyen üzenetet fogalmaznál meg a szülőknek a gyermekkori sportolással kapcsolatban? Ha egyetlen egy mondatot kellene megfogalmaznom, az legyen, hogy járjunk el jó példával. Hogyha hosszabban kellene kifejtenem ezt a dolgot, akkor azt hiszem, hogy mindent 10 éves korig tudunk megalapozni. De nagyon gyorsan eltelik az idő, az én idősebbik fiam 9 éves, és nem tudom, hogy lett 9,5, tehát jövő májusban 10 éves lesz. Nagyon gyorsan eltelik, és manapság nagyon könnyű egy számítógépet, egy tabletet, egy telefont odaadni egy gyermeknek 4-5 évesen, hogy foglald le magad, és ne csinálj semmit, mert akkor én is esetleg magamra tudok figyelni, vagy most hagyjál békén. Viszont ez szerintem egy nagyon nehéz dolog, hiszen onnan már nagyon nehéz őket motiválni a sport és a mozgás irányába. És hogyha visszautalok az első dologra, akkor a példa, tehát ha csak én elmegyek sétálni esténként 1/2 órát, és a családot is elviszem magammal, akkor ez a példa ragadós lesz. Ha kiviszem a kutyát sétálni, akkor a gyermek is jönni szeretne velem, ha hétvégén elmegyek 1 órát biciklizni, akkor azt a családdal teszem, akkor kint vagyok a friss levegőn. Nem szeretném, én élsportoló voltam világéletemben, nem szeretném a gyerekeimet élsportra nevelni, hogyha szeretnének, csinálják, de biztos, hogy nem fogom presszionálni, hogy ők top atléták vagy versenyzők legyenek. Itt nem a szülőknek nem azt kell látni, hogy itt heti 6-8 edzés és kizsigerelni a gyermek,
gyermeket, próbáljon ki minden sportágat, nagyon jók 10 éves korig az állóképességi sportok, bicikli, futás, úszás, triatlon, ezek nagyon jók, hiszen a mikrocirkulációját, az izmoknak azokat ezt fejleszti, azok a kis hajszálerek, ezek akkor alakulnak ki, amit már később szinte nem lehet visszahozni. Tüdő és szívkapacitás is nagyon nő ebben az életkorban, tehát, de azt szeretném mondani, hogy minden sportot ki kell próbálni, és akkor jó, hogyha a gyerek hétvégén koszos, saras, és fut, ugrik, szalad, és váramászik, és minden mást megcsinál. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm. Szentgyörgyi Albert C-vitamin csepp. Csecsemőknek és gyermekeknek is. Gondoskodjunk a kicsikről is nap, mint nap. Szentgyörgyi Albert C-vitamin csepp a Goodwill Farmától. Ha tetszett a műsorunk, kövessen bennünket, így nem fog lemaradni újdonságainkról.